Sziasztok! Nemrég ébredtem, és azért gondoltam, hogy csinálok most egy videót, mert azon ritka pillanatok egyike van, amikor éhes vagyok, tehát fizikailag éhségem van. És azért mondom, hogy azon ritka pillanatok egyike, mert tényleg elképesztően ritka érzés manapság már, hogy éhséget, fizikai éhséget érezzek. Az az éhség, amit érezni szoktam, az inkább agyi éhség, tehát egy ilyen annyira jó lenne enni valami finomat, és most már hál' Istennek nem csak édességet kívánok ilyenkor, ilyen agyi éhségnél, hanem tényleg valami jó főzött ételt, valami nagyon jó ízű, finom húsételt, valami jó pofa körettel. Úgyhogy inkább ez az agyi éhség szokott lenni, illetve menzesz környékén meg ez a szénhidrát éhség, ez ami kifejezetten ránk nőkre jellemző. De most reggel kivételesen tényleg valódi gyomri éhségem van, és azért gondoltam erre a videóra, mert el fogom nektek mesélni, hogy mit érzek. Mert talán ez az egyik dolog, amit nagyon nehéz elképzelni műtét nélkül. Tehát, hogy lehet az, hogy az ember nem éhes. És én se tudtam elképzelni. Messzebbről indítok. Egyrésztről találkoztam olyan szlívessel, akinek nem múlt el az éhségérzete, de szerintem, és nem csak szerintem, hanem a tapasztalatom szerint a csoportunk, a több mint 550 fős csoportunk tapasztalata szerint ritka, nagyon ritka. Ugyanis a szlív műtéteknél, csőgyomor műtéteknél a vágáskor azt a részét távolítják el a gyomornak, ami a grelin hormont termeli, tehát az éhség hormont termeli, azt a részt vágják ki, és kukázzák ki szó szerint, tehát tűnik el a szervezetünkből a gyomornak azon része, amelyik felelős az éhségérzetünkért. De ettől függetlenül találkoztam már a csoportban egy-két emberrel, aki azt mondta, hogy ő továbbra is érez rendes gyomoréhséget, éhséget tud érezni. A többiek, azok általában azt tapasztalják, hogy a műtét után nagyon-nagyon sokáig, hosszú hónapokig, akár egy évig, másfél évig sem tér vissza semmiféle éhség, és utána esetleg néha felbukkan. Na, én ezek közé tartozom, akiknél így néha random módon felbukkan az éhség. Én már megint hetek óta nem voltam éhes, de annyira, hogy most volt olyan napom a héten, amikor 400 kalóriát ettem egész nap, mert hogy annyira nem voltam éhes, és aznap nem volt időm sem enni, tehát nem volt időm foglalkozni azzal, hogy vigyek be elég fehérjét, rostot, szénhidrátot és zsírt, amit ugye nézek a kalóriabázis.hu-nál, hogy jók legyenek a makrók, jók legyenek az arányok. Úgyhogy az egy olyan nap volt, azt úgy zártam azt a napot, alapvetően nem voltam éhes, nem hiányzott. De máskor azért odafigyelek erre, hogy meglegyen a megfelelő napi kalóriabevitelem. Ma viszont megvan ez az ébredéskor, ez az éhségem, de nem fogok enni még délutánig, mert igyekszem ilyen napi kb. 8 órára visszaszorítani a kajálási ablakot, tehát csinálok egy ilyen időszakos böjt, szerűséget, csak szerűséget, mert hogy már nem akarok fogyni, meg nem... nincs ilyen szándékom, ami miatt ezt szigorúan kellene tartani, csak most már így ezt megszoktam nagyjából. Szóval, amit most érzek éhség, az olyan, amilyet régen éreztem a műtét előtt, amikor azt érzed a gyomrodban, hogy így össze van így állva, ilyen ürességérzés, egy picit ilyen kellemetlen, szinte mardosó jellegű valami. De mindez a régi ekkorához képest ilyen kis-kis visszafogott. Ilyen kis, én éhes vagyok, ugye, megegedni valamit, olyan üres kis pocakon van, nem adnál bele? Szóval, hogy egy ilyen teljesen bébi visszafogott érzés, amit elképesztően könnyű uralni. Tehát, hogy semmi más nem kell hozzám, mint hogy leüljek a géppel és elkezdjem az e-mailjeimet olvasni, és már is elfelejtettem az éhségemet, a klasszikus gyomor éhségemet. Aztán felállok és elindulok a konyhába, és akkor eszembe jut, hogy ó, ott én tulajdonképpen éhes vagyok, tehát mi volna valamit enni. Úgyhogy mindjárt csinálok magamnak, megcsinálom a szokásos kollagénes kávémat, amivel szoktam indítani a napot. És ez
ami a jó ebben a nagyon ritkán felbukkanó valóban létező gyomorészségben, az, hogy iszonyatosan gyorsan elmúlik a párfalat ételnek a hatására, vagy a kollagénes kávémnak a hatására pikpak eltűnik és elmúlik. És tényleg annyira ritkán érzem, hogy már szinte tehát élményszámba megy. Tehát most azért csinálom ezt a videót, mert hetek óta nem voltam éhes a klasszikus értelemben, és most ezt el akartam nektek mondani, hogy ez milyen érzés, hogy ez van. És hogy fú, és ez régen volt, és állandóan volt, és a műtét előtt folyton éhes voltam, és miután folyton diétáztam, és folyton keveset ettem, ezért mindig üres volt a gyomrom, és mindig mardosott, és nem, nagyon nehéz volt tartani a mértéket, és nagyon nehéz volt tartani a mennyiséget, és nehéz volt tartani az időkorlátokat, és nehéz volt tartani a minőségi korlátot is, mert amikor az ember éhes és a falat kaparja, akkor azt teszi, ami a keze ügyébe kerül, vagy ami a leglaktatóbb, vagy amiben a legtöbb szénhidrát van. Vagy a pékségnél megáll, ami éppen mellette van, és betöm egy kakaós csigát, ami már önmagában 600 kalória, és alig van benne hasznos dolog, a rengeteg szénhidrát viszi el a prímet, és gyakorlatilag semmi más értékes dolog nincsen benne. Szóval, hogy nagyon-nagyon más dolog műtét után lenni, műtét után éhesnek lenni, ritkaság számba megy, kiröhögöm ezt az éhséget, mert nagyon könnyen uralható, úgyhogy most megyek, csinálok magamnak egy kollagénes kávét, és elindítom a napot, és megint ki tudja, hány hét múlva leszek legközelebb, tényleg fizikailag éhes.